A központunknak az egészségkommunikációs tevékenységéhez tartozik a figyelemfelhívás. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szűrésre és a diagnosztikára hívjuk fel itt a lakosság figyelmét, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2023-ban 100 ezer lakosra 169 új betegségfőt regisztráltak, akik ezzel a betegséggel. Ezt a polcai lakosságra levetítve évente 25 fő új megbetegedést jelent. Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy azok a hölgyek, akik meghívót kapnak a szűrésre a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtól, éljenek ezzel a lehetőséggel, járjanak szűrésre. A 25 és 65 éves korosztály számára 2 évente van erre lehetőség, de ezen kívül, hogyha önvizsgálattal bárki elváltozást tapasztal a mellén, akkor azonnal jelentkezzen orvosánál, illetve a mammográfiás vizsgálatra kérjen időpontot. Ezek a tünetek nagyon sokrétű lehetnek. Többek között elváltozás, szokatlan elváltozás mellett, mert indokolatlan alakjának megváltozása, váladékozás, fájdalom. A népegészségügyi szűrések jelentősége, hogy azokban a korosztályokban, ahol halmozottan előfordul ez a betegség, felhívja a figyelmet arra, hogy a szűrés mielőbbi részvétel az hatékonyabb gyógyítási folyamathoz járul hozzá. Mindenkit várunk. Örömmel látom, hogy nem csak hölgyek, hanem férfiak is részt vesznek, hiszen a köztudattal ellentétben nem csak nőket, hanem a férfiak mintegy 1-2%-át is érinti ez a betegség. Tehát mindenkinek örülünk, aki csatlakozik hozzánk, és a környezetébe továbbítja ezeket az információkat, hogy figyeljenek oda az emberek az egészségükre. Az időfaktornak nagyon nagy jelentősége van, és minél hamarabb észreveszik ezeket a tüneteket, annál nagyobb eséllyel gyógyítható ez a betegség.